Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogy érzi magát. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, és ezt megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt látható a kutya. Ez jelentheti azt, hogy ő hűséges, és azon is elgondolkozik, hogy te hűséges vagy-e hozzá. Amit a kutya még jelenthet, ezek a baráti kapcsolatok. Lehet, hogy ez is foglalkoztatja őt a gondolataiban. Az is előfordulhat, hogy ez a férfi szerelmes, keresi a közelséget, a testi kapcsolatot, de úgy barátilag közeledik kezdetben hozzád. A második kérdés pedig úgy hangzott, hogy hogyan érzi magát. Bepillantunk most az ő érzelmi világába. Hát itt megjelenik ez a ravasz róka, utal a hamisságokra, vagy azt jelenti, hogy vannak hamis emberek, hamis barátok például az ő környezetében, és ő ezt érzi belülről, lehet, hogy nem mondja ki, nem meri kimondani, hogy nem bízik meg másokban. Amit a ravasz róka még jelenthet negatív gondolatokat, mint például, ebből úgysem lesz semmi, vagy negatív érzelmeket, és én úgy gondolom, hogy itt, ezen a helyen bizony negatív érzelmekről van szó. Ez az ő bizonytalansága, vagy félelmei vannak, fél attól, hogy elveszít téged. És a harmadik kérdés úgy hangzott, hogy mit fog tenni irányodba. Itt látható ez a kígyó. Ez a kígyó utalhat mellékutakra, amikor nem nyíltan mondja azt ki, hogy mit akar, vagy hogy érzi magát. Lehet, hogy még eltitkol valamit. Amit a kígyó még jelenthet, ez a megújulás, a gyógyító erő. Vagy jelenthet egy hölgyet. Mivel így közeledik hozzád, nem hiszem, hogy arról van szó, hogy neki van egy másik párkapcsolata, hiszen ez a kígyó a te környezetedben jelenik meg, egy hölgy, és úgy érzi, hogy ez a hölgy nálad, ez lehet egy kolléganő, lehet egy barátnő, hogy ez a barátnő például hamis hozzád, hogy nem bízhatsz benne. De mivel itt olyan dolgokról van szó, amiről ő nem nyíltan beszél, ezt nem meri kimondani neked. Talán arra vár, hogy te jöjj erre rá. És most megnézzük azt, hogy mi fűz össze benneteket. Itt a hold látható, és a hold az jelenti az érzelmeket, a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket. Itt megjelenik kettőtök között a hűség, a vágyak, az álmok, a mély érzelmek. Neki vannak még félelmei, lehet, hogy úgy érzi, hogy a közeledben van egy hölgy, aki nem becsületes hozzád, de nem meri kimondani a véleményét. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!